rettenetesen szeretem rajzolni. Aztán általános iskola felső tagozatában egy nagyon jó rajztanárunk volt, aki nagyon megszerettette velem még külön, onnantól talán már a művészet is érdekelt valójában, ugyanis művészettörténeti órákat is tartott, tehát betekintést nyertünk a nagy képzőművészetbe. Békésebben volt egy idős mester, Mokos Józsefnek hívták, ő hozzáját nagyon sok olyan Békés Csabai később nagy művészével állt figura. Ők már akkor nagy művészek voltak, amikor én oda jártam ebbe a rajzszakkörbe, és ott láttam az ő műveiket fönn a falon, hát elbívölt ez a látvány, hogy egyszer hát, ha én is ilyen nagy művész leszek. Békés Csabán ismerte meg a Felugosit, aki már akkor a Vajda stúdió tagja volt a 70-es évek közepe táján. Így is kerültem én aztán kapcsolatba a Szentendrével. Volt nekem egy nagy, van egy nagy szerelmem, a mai feleségem tulajdonképpen, akivel akkor előtte egy évvel ismerkedtünk meg. Édesem föl is tette a kérdést, hogy együtt gondoljátok. Hát mondom, igen. És akkor mondja nekem, hogy aranyos volt nagyon. Tudod, azt mondja, arra gondoltam, hogy nem tudom, a szülei mit szólnak hozzá, hát akkor vedd el feleségül, ha szeretitek egymást, hogy egyszerűbb lesz az életeteket. Jól esett, tulajdonképpen tényleg ez volt igazából az útra való. Tehát ez volt az, amikor azt gondoltam, hogy van egyfajta bizalom. Én akkor már a Lugosi Lacát látásból ismertem, köszöntünk egymásnak, tehát ott is ilyen kiállítás megnyitókon, koncerteken láttuk egymást, találkoztunk. De még nem beszélgettünk, nem lettünk barátok, viszont éppen a Galántai Gyuri kiállításának a megnyitóján már oda mentem beszélgetni vele, és akkor onnantól kezdve tényleg nagyon jó barátságba keveredtünk. Otthon közöltem a szüleimmel, hogy hát én bizony Szentendrére költözök. Megszokták már tőlem ezeket a dolgokat, tudod, hogy elég kezelhetetlen gyerek voltam. Nagy meglepetés gondolom nem okoztam nekik. Ami így visszamenőleg, visszagondolva a dolgokra, nagyon érdekes, hogy tényleg, hogy micsoda nagyszerű szüleim voltak, hogy nem akartak gátolni. Tehát egyszerűen megbíztak bennem, hogy elengedtek. Tényleg első szóra tulajdonképpen semmi vita nem volt közöttünk. Én akkor 20 éves voltam mindössze. Hát itt azonnal bekapcsolódtam, tehát a vajdások egy részét már ismertem. Tehát a Lacán keresztül, a Felugosin keresztül, ugye az öcsikét, Vahorn András, Matyófalvi Gábor és Holdas Gyuri volt az a stúdiónak a magja, akik Szentendrén is laktak. Tehát gyakorlatilag, amikor mi ide költöztünk, innentől kezdve szinte együtt éltünk. Minden szabadidőnket együtt töltöttük. Tehát én nagyon komolyan készültem arra, hogy képzőművész lehessek. Tehát egy komoly választás volt ez, egy eltökélt szándékkal jöttem Szentendrére azért, hogy én képzőművész szeretnék lenni. És jó képek, meg szeretem őket, és azért vannak így kifelé, hogy egy kicsit barátkozzunk, meg címet adjak nekik. A képek azok részét képezik az én gyűjteményemnek, tehát ugye nálam kétfajta kép együttes van, a saját művek, amiből elég sok van, meg a képzőművészeti gyűjtemény, ami szintén 1000 darab fölött van, én nem tudom pontosan mennyi, de nagyon sok. Most azok közül néhány a falon van, ez a néhány az olyan kb. 150 darab. Tehát ez egy kisebbik része a gyűjteménynek, aminek egyébként a nagyobbik része grafika, de hát vannak festmények is. Hát ezek többnyire barátaimnak, vagy ismerőseimnek, kollégáknak, vagy olyanoknak a művei, akiket hát én tisztelek, vagy szeretek, és általában cseréltünk egymással műveket, és úgy kerültek hozzám. Kiemelném, mint Vajdás, ugye Aknai Jánosnak a művét, vagy Balog László, aki szentendrei idősmester, vagy Bálint Endrének a műve, aki a mesterem volt, és hát nem csak az előszobában, hanem a konyha ugyanúgy tele van képekkel, a mindkét szobám tele van. Hát ezeket felraktam, én is szeretek élni ezek között. Több barátom is van, akinek
akinek a képei a falon vannak, a Kistort Ferenc, Bereznai Péter, Balog István Vilmos, Szemközti falon idősebb mesterek, Mengyán András, Bak Imrének a művei, vagy a szintén vajdás barátom Tóth Istvánnak egy jelentős műve ott a bal felső sarokban. A falun felnő eltöltött 18 év, az azért nagyon sokat segített az embernek a tárgyakhoz való viszonyában, a képi világának a kialakulásában, az élővilággal, tehát a növényi állati világgal való kapcsolatrendszer, illetve az abból kialakult, kifejlődött gondolkodásmód, az valahogy az mai napig is megvan bennem. Érettségi után mindenféle alkalmi munkákat végeztem, és később két évig tanultam a dekoratőriskolában, ahol hát ugye rajz mint tantárgy szerepelt, meg a rajzhoz kapcsolódó egyéb tantárgyak, grafika, tervezés, ilyesmi. 75 őszén akkor egy színházi fesztiválon összeismerkedtem Zámbó Ecsikével, aki már akkor egy neves ember volt a Vajda stúdión belül, illetve Méringer Lászlóval, ővel egy kicsit korábban, tehát tulajdonképpen ő vitt be engem a Vajdába, de az Ámbóval közösen. Ez biztos, hogy mindegyik a Vroclavi Színházi Fesztiválnak a jelvényei. Ott volt egy belga csoport, a Planka, akik hát mondhatni azt, hogy világhírűek voltak, és én velük kerültem kapcsolatba ott Vroclavban, Lengyelországban, és hát ez is inspirált engem egy kicsit arra, hogy kicsit komolyabban foglalkozzam akármiféle művészettel. A másik meg az, hogy a Planck a menedzsere, akivel én hát komolyabban összebarátkoztam, ő kérdezte tőlem, hogy mégis mivel akarok inkább foglalkozni, és akkor azt mondtam, hogy festészettel. Na most pár hónap múlva ő jött engem látogatni Budapestre, és addigra kellett egy pár képet produkálni, gyorsan elkezdtem festeni, és aztán attól kezdve már működött a dolog. 76. augusztus 2-án volt az első kiállításom a Méringer barátommal közösen, itt Budapesten, a Toldi moziban, és annak a megnyitójánra már meghívtam a vajdás barátaimat, Vaorn Andrist, Zámbó Ecsikét, Peppét, Bereznai Pétert, Lugasi Lacát, és akkor egy nagyon jó kis, akkor úgy hívtuk, a manapság performance-nak nevezik az emberek az ilyen ezt a műfaj, de akkor még meg ezt happeningnek neveztük. Ugye a happening, tehát hogy történik valami. Hát az történt, hogy ott jól csődbe húztuk a közönséget, de a vége az happy end lett, és ennek következménye az, hogy én vajdás lettem. Egyhány Szentpéteren születtem, ez az Őrsébben van, az osztrák határ mellett. Ott éltem le a gyerekkoromat egész 7 éves koromig, utána költöztünk fel Budapestre, Rákosszent Mihályra, és ott éltem a gyerekkorom második részét, ami Vas megye után nem volt könnyű dolog, mivel hogy írtózatos társzólásom volt, és emiatt bizony elég sok kellemetlenségem volt a gyerekekkel. De aztán hamar kinőttem, és az egyik legjobb tanuló lettem az iskolában, ami most már hihetetlennek tűnik, de így volt annak idején.
olyan hetedikes korom körül, akkor kezdtem el kacérkodni a festéssel, rajzolással, és emiatt igencsak leromlott a tanulmányaim, miközben elkezdtem csavarogni is. Egy rajztanárom volt az úttörő csapatnak a vezetője, én pedig rajzparancsnok voltam, amikor jó tanuló voltam. De mivel leromlottam, nagyon megharagudott rám, és rajzból 2-est adott. Így nem vettek fel engem sehova, se szakközépiskolába. Valami kis protekcióval 5-ös vésnök tanulónak tudtam elmenni. Este aztán jártam gimnáziumba, úgyhogy nagy nehezen leérettségiztem. 19 éves koromban besoroztak katonának. Ott töltöttem 2 évet, de előtte már elég komoly múltam volt. A ifjúságvédelmi osztálytól kezdve megjártam egy pár dolgot, és nagyon jelentős barátságokat tettem szert a budapesti éjszakában. Akkoriban volt a Zöld fa étterem, ez a fiatal lázadó értelmiségieknek volt a kocsmája, törzshelye, ahol minden éjszaka szinte mindenki ott volt vallásszerűen. Barátnőmmel mentem oda, aki ismerte a pártos bandit, és a pártos bandi 5 perces beszélgetés után bemutatott Tóth Istvánnak, hogy ha, itt van nekem egy jó barátom, aki szintén festő, ismerkedjetek össze, úgyhogy ennyi volt az egész, és innen indult aztán az egész nagy sztori. Annyira egyeztek a művészetről vallott elveink is, hogy ez egyértelmű volt, hogy nekünk ki kell állítani együtt. És így kerültünk Szentendrére. Hallottuk, hogy Zámbolcsit bezárták pár hónapra, meg így meg, szóval ez el volt terjedve, és ilyen szimpatizáltunk velük. Úgyhogy így kerültünk oda. És ott adódott a lehetőség, hogy kiállítsunk. Mi úgy kerülhettünk be egy kiállításra hivatalosan, hogy valaki kiállított velünk, aki tagja volt az alapnak. Így kerültünk Nagy Sándor Zoltán mellé, aki segített kiállítani. És nagyon jó kiállítást csináltunk, tényleg szuper volt. És akkor megkeresett a Varda Lajos stúdió akkori vezetője, Holdas György, és mondta, hogy fiúk, frissíteni akarjuk a Varda Lajos stúdiót. Van kedvetek közénk állni? Hát mit mondjak, azt mondta, hogy na. Volt, hogy nagyon jó kézügyességem volt, hajókat gyártottam, repülőgépeket, amik nem repültek persze, hajót, ami elsüllyedt. Nagyon jól rajzoltam. Az egy szerencsés dolog volt, de hát az egy adottság. Volt egy elképzelésem, és azt meg tudtam valósítani. Tehát le tudtam rajzolni egy figurát. Ha úgy gondoltam, hogy ez nem sikerült, akkor újra tudtam rajzolni, és újra, és újra, és újra. Zenébe ez nem ment nekem. Mondom, egyszer kölcsön kaptam egy basszusgitárt, azon a Stones-nak, az I Can Get No Satisfaction-jének a basszus, hogy hívják, hogy dum-dum, du-du-dum, du-du-du-du-du-du, ezt le tudtam játszani, aztán kész. Ezt tök véletlenül találtam meg, de hát ennyi volt. Aztán föl is adtam az egészet. Egyszer elmentem egy ilyen rajztanfolyam szerűségre valamire, és baromira idegesített az, hogy nekem ott almákat kell rajzolni, meg vázát, meg mit tudom én, ide árnyék, oda árny, minek? Teljesen felesleges, értelmetlen. Hát amikor meg tudok valósítani valami olyasmit, amit ők meg se tudnak, el se tudják képzelni, nem hogy megvalósítani, még elképzelni se tudják. Hát akkor mi a búbánatér legyek én ott? 1971-72-ben. Láttam egy nagyon szép Málevics katalógust, meg egy nagyon szép Dali katalógust. És mind a kettő holt különböző emberek, holt különböző művészeti felfogások, és az rendkívül megütött mindkettő. Az Istvánt bevették a Vajdába, az István meg bevett engem a Vajdába.
a Balog. És akkor így lettem Vojdatag. És akkor tudod, csináltunk egy kiállítást ketten a Baloggal, mert annyira frissek voltunk, hogy a többi fiúnak hogy tetszik. Nagyon sokat jártunk ide a Balog István Vilmossal, és hát itt borozgattunk. Akkor ez még így nem volt ilyen szépen rendbe rakva, meg kiépülve, meg minden. Leültünk a kövekre, napoztunk, ittuk a bort, akkor megjelent a Bernát Sanyi, akkor elbeszélgettünk. Képesek voltunk itt eltölteni egy egész délutánt, vagy egy egész estét, vagy egész hajnalig elbeszélgettünk. Akkor még el lehetett menni mindenfelé vásárolni töpörtyűt, szalonnát, kenyeret, hagymát, és akkor itt el lehet. Elücsörögtünk, vettünk bort. Általában Balogh hozta a bort, mert az édesapja az bortermelő volt. Ő hozott egy marmonkanna bort, abból hárman, négyen jól el is voltunk itt. Ezt is hogy kipucolták, ez valami őrület. Egy hülye turista buzarancia lett belőle. Ez volt az utolsó hely még, amivel lehetett valamit kezdeni, de hát aztán ez is elmúlt, mint oly sok minden más. Itt nagyon sok találkozó történt, nagyon sok megbeszélés. Abban az időben, 70-80-as években 10-ig volt azt hiszem talán nyitva, és akkor utána el kellett menni valahova házi bulizni. Ez volt a mozi valamikor. Hát most már látjuk, hogy mi lett belőle. Balogh István Vilmos barátommal annak idején egy nap kétszer megnéztük a Szimbádot. Ez volt a napi penzumunk. Utána folytatódott a nap. Olyan kortárs művészeti centrum, mint Szentendre nem nagyon volt. Nem nagyon volt. Nyilván az is számított, hogy nagy elődök voltak itt, Vajda Lajos, Barcsai, hogy csak azt a két vonalat említsem, ami a Vajda Lajos stúdió művészetének a fő irányvonala. A Budapest közelsége és az a fajta nyitottság, amiről beszéltünk, hogy itt egyáltalán lehetett kiállítani. Ma már el se tudják képzelni a fiatalok, hogy mi az, hogy nem lehet kiállítani, engedélyt kell kérni hozzá. Akinek nem volt diplomája, az egyáltalán nem is állíthatott ki hivatalos kiállító helyen. Amikor mi indultunk, a 70-es évek közepén, sőt elején, akkor az amatőr szó mást jelentett. Tehát azt jelentette, hogy nincs benne egy kiiskolázott, támogatott rendszerben, de megmutatja azt, amit tud. Tudtuk, hogy kívülállók vagyunk. Tehát ezt tudtuk. Csak minden ezzel kapcsolatos gondolataink ösztönösek voltak. Tudod? Tehát egyszerűen nem csak a képzőművészet. Tehát sok emberrel beszélgettem, akik gimnáziumot végeztek, stb. Tehát már úgy éreztük jól magunkat, tudod? Tehát egyszerűen az oktatásban nem hittünk. Ezért vonzottam mindig az autodidaktákhoz. Ezért van az, hogy rengeteg ember kikerül a főiskoláról, és holt hülye, semmit nem tud megcsinálni. Van a tanárja, aki valamit, mit tudom én, valamit belever, hogy a piroshoz csak a kéket lehet rakni, vagy most mondok egy hülyeséget, a sárgához csak a, mit tudom én, a feketét lehet rakni, mert akkor az így harmonizál, ez egy baromság, értelmetlen. Nem gondoltuk, hogy be kell állni ebbe a sorba, hogy olyan képeket kell csinálni, ami miatt aztán fölvesznek, stb. Tehát ez egy rendszer. Olyanná kell válnod, amilyenné ők akarnak, tudod? Ennek az oktatási rendszernek ez volt a lényege. Hát erre nem sok kedvünk volt, tudod? Soha nem törekedtem arra, hogy a képzőművészetből megéljek, mert az nyilván azzal jár, hogy neked a piacra kell termelni dolgokat, és meg kell alkudni, hogy olyanok legyek különösen a Magyarországon a régi rendszerben ott egyértelműen meg voltak adva paraméterek, hogy meddig mehet el az ember, és mit vesznek meg. Mert magángyűjtés nem volt, csak állami vásárlás.
nekünk voltak elvárásaink, de mindig tudtuk, hogy nekünk kell megteremteni azt a lehetőséget, amit akarunk. Tehát mi nem kaptunk olyan dolgokat készen. Nekünk minden egyes dolgért meg kellett harcolni, így úgy amúgy. Tehát nem volt az, hogy most elvégeztem a főiskolát, nekem jár ez. Ami maga módján biztos természetes, nekünk sok mindent meg kellett tenni, hogy amikor kiraktuk a munkáinkat, egyszerűen ez a dolog föl se tűnjék. Egy biztos, hogy sokkal többet kellett dolgozni, és sokkal nehezebb volt eljutni egyik pontról a másikra, vagy egy lépcsőn felfelé, mint azoknak, akik már eleve egy 4 éves vagy 5 éves tanulással kezdték a főiskolán, és utána rögtön be tudták helyezni magukat egy hát nem is a kereskedelembe, de minimum elment tanárnak. Amikor voltak ilyen megnyilvánulások, hogy szolidarítanak kellett valamivel, akár legyen az ez politikai dolog vagy olyan, akkor hát sokkal markánsabban meg tudtuk ezt egyrészt fogalmazni, meg jobban ki tudtunk állni. Tehát nem volt bennünk ezek a fékek, hogy akkor hogy lesz ez, és akkor lesznek, nem lesznek, mi lesz, hogy lesz. Szóval az emberben azon dolgoztak ezek a dolgok. De nálunk ez valahogy nem így, nem működött. Nekünk jobban kellett bizonyítani, mert nem végeztünk főiskolát, autodidakta, művészek voltunk. Mindenhol ellenállásba, falba ütköztünk. Úgyhogy csak úgy lehetett valamit elérni, hogyha nagyon magas színvonalú műveket hozunk létre. Ezek az emberek találtak maguknak egy járható utat. Igaz, hogy nem a főút, nem ami Budapestre vezet, a műcsarnokba vezetett volna, hanem egy egész más út, ami tulajdonképpen biztosította számukra, hogy túlélték egyáltalán a 60-as, 70-es éveket, és elkezdtek értelmes dolgokkal foglalkozni, új dolgok felé fordultak, amit korábban nem lehetett megcsinálni, vagy bent a képzőművészeti főiskolán egyáltalán nem lehetett volna megpróbálni. Azt mondom, nagy dezertőr, ugye mindenki tudja, hogy hát sokan disszidáltak a 70-es, 80-as évekbe. Evakuáljuk az öntudatot, az a lényeg, hogy mi kimásszunk a nyakig szarból. Egy olyan figura, aki már nem akar hős lenni, elég volt a hősöktől, mert a hősök mind dezertáltak. Vajda stúdió létrejött és egy dezertálás volt, mert Debrecentől, Hódmezővásárhelytől, Békés Csabán és még az ördög tudja honnan, ide Szentendére dezertáltak a fiatalok, mert itt találtak egy kis szabad levegőt, egy kis mozgásteret. Most ezt a feelinget, ezt az érzést nagyon jól megfogta a Tóth István képei, nagyon jól megfogták és kifejezték ezt a mondjuk úgy, hogy a szabadság hiányt. Mivel ez így működött, hogy állandóan az ember kicsit szélsőségesebben élt, mint az átlag ember, sőt nem kicsit erősen, egyre jobban próbálta a saját magát megtalálni. De hogy tudja saját magát megtalálni, ha nem holdbunkó? Ha saját magát meg akarja találni, akkor elkezd bizonyos kulturális dolgokkal foglalkozni. Akkor én nem tudtam, mit tudom, elolvastam ezt a könyvet, elolvastam azt. Manapság azért, hogy mondjam, divatos azt mondani, hogy igen, mi ellenállók voltunk, igen, mi a rendszert meg akartuk dönteni. Én nem érzem, hogy bennem bármi ilyesmi lett volna. Én egyszerűen a magam életét akartam élni. Tehát én egyszerűen szabadon akartam élni. Tehát rendkívül bosszantott engem ez az álságos, hazug környezet, amiben nem akartam részt venni. Hát ezért voltunk kicsit mások. Erről nekem nem volt fogalmam, hogy mi rendszerellenesek vagyunk, mert hát egyrészt gyerekek, fiatal gyerekek voltunk, még egyáltalán nem foglalkoztunk politikával, fogalmunk se volt róla. Csak ebbe úgy szaladtunk bele, hogy mi nem kértünk engedélyt semmire, mert nem is eszembe nem jutott, hogy nekem ahhoz engedélyt kéne kérnem bárkitől is, hogy 4 festvényemet kiszögeljem egy falra, és leülök a tövébe, és akkor ott el vagyok. De hát később ez kiderült, hogy ez nem ilyen egyszerű. Aki másképp nézett ki, mint az átlag ember, hosszú haja volt, színes gatyája volt, mit tudom én, tornacipőbe járt, búbánat tudja, tehát másképp nézett ki, mint az átlag ember, az már azonnal, hogy mondjam neked, valamiféle, a rendőrök valamiféle ellenfélnek tekintették. És rögtön igazoltatás, munkahely, mit tudom én, minden szart kértek, amit csak el lehet képzelni. És ha nem volt, mit tudom én, nem volt éppen nálad a személyigazolvány, úgy elvittek, mint a szél.
És ben voltál egy egész éjszaka a rendőrséggel. Ez kinek hiányzott? Hát ez senkinek. Valószínűleg mi is kiváltottuk, hogy ez volt, mert csak ránk kellett nézni, és derékigérő haj, meg rövid csőnadrág, meg ami csak létezett, ami ingerelhette a szerveket, az rajtunk volt, meg árad derülünk a szabadságérzés, hogy nem kell mennünk reggel sehova se dolgozni, nem voltunk olyan űzött vad típusok, tehát kilógtunk a sorból nagyon. A 80-as évek elején, valamikor 82-83 körül már elfogadottá vált az, hogyha az ember bement mondjuk a tanácsházára, a kulturális osztály, és azt mondta, hogy én úgy gondolom, hogy én már meg tudnék élni abból, amit csinálok, ezért szeretném, ha adnának egy papírt, egy bejegyzést a személyigazolványba, hogy szellemi szabad foglalkozású grafikus vagyok. És akkor mondták, hogy jó, de hát mivel tudom bizonyítani? És akkor mondtam, hogy hát én a városnak is több plakátot csináltam, a műfáznak folyamatosan én csináltam a plakátokat, emblémákat terveztem, stb. És akkor mondták, hogy na jó, de hát nincsen valaki, aki jót áll érte. Hát nekem szerencsére volt itt egy távoli rokon, aki a városházán dolgozott, és a tanács, akkor még tanácsházán, és akkor azt oda lehívtuk, és akkor mondta, hogy persze, hát a Péter nagyon rendes ember, és tényleg megél abból, amit csinál, és akkor mondták, jó, akkor beírjuk a személyigazolványba, tehát onnantól kezdve, tehát ez volt a menet, tudod, tehát ez egy járható út volt, tehát onnantól kezdve már nem kellett félni a rendőrségtől. Egyszer gyanútlanul söröztünk az Erzsébet sörözőbe, éjjel egy órakor razzia, mindenkitől elkérik a személyigazolványt, jönnek oda hozzám, hogy Balog, magának nincsen munkahelye. Jelentkezzen reggel 8-kor az ifjúsági védelmi osztályon. Ha van munkahelye, akkor szabad, ha nem, akkor megy Baracskára börtönbüntetésre. Hát rögtön a legelső gyárba jelentkeztem reggel 6 órakor, ahol nagy szerencsével fölvettek. Úgyhogy beállítottam oda, és egy kedves kis pofonnal megúsztam az egész incidenst. Amikor 70-es évek elején rossz csont voltam, és valami fasságot mondtam a Brezsnyevre, bevittek a dutyiba. Szovjet párt és kormányküldöttség érkezett Budapestre, Leonid Brezsnyev az SKP főtitkára vezetésével. Álltunk a akkori felszabadulástér. Egyszer csak azt látjuk, hogy irgalmatlan mennyiségű diákot vezényelnek ki, ilyen kis szovjet zászlókkal ott integetnek, meg mit tudom én micsoda. És akkor felálltunk, néztük, és akkor láttuk, hogy jönnek, ahogy hívják, a nagy marha fekete limuzinok. És akkor annyit szóltam, na, itt a helytartó jött megnézni a tartományt. Puff, engem másnap hajnalban már el is vittek. Mint a szél, úgy bevittek a Tolnai utcába, ahogy illett. Hát ott ben voltam, hát nem is tudom pontosan, több mint 2 hónapot. Először az első 72 óra nem írtam alá, viszont behoztak egy öreg 56-ost, aki állandóan valami cirkus csinált. Na, az kiokított. Azt mondta nekem, Pistikém, figyelj ide. Kitartó konok, tagadás, 2 hónap. Őszinte beismerő vallomás, 2 év. Úgyhogy ezzel ki is voltam okítva, úgyhogy kitartó konok tagad. Azt verték rám, hogy vicces formában való politikai izgatás. Nekem elég nagy pofám volt, erről is voltam mondjuk közismert, és hát kritikusan beszéltem azokról a kérdésekről, amiről más is kritikusan beszélt egyébként. És hát ennek lett a következménye az, hogy 83. március 3-án, amikor újabb, hosszabb utazásra indultam Franciaországba, a hegyes halomnál engem szépen leszedtek a vonatról. Jó, megvertek, hazaküldtek, aztán 3 évig csücsültem itthon. Balogh mondta erre, hogy persze bevisznek bennünket a rendőrség szkeptikus műhelyeibe. Munkáimban is ez abszolút ott volt és megjelent. Amikor kiállítottam, és a kormány nyelvű kritikusok írtak rólam, hát
kegyetlen dolgokat írtak meg. Nem állíthattam úgy ki, Jan Pallak névem, hanem cím nélkül lett kiállítva, és el volt rejtve a neve a képbe. Hogyha valaki nagyon-nagyon kutatta és tudta, hogy miről van szó, akkor ki tudta olvasni. Akkor kezdtem el készíteni azokat a műveket, 83-ban, amik igen erősen kritikusak voltak. Tehát mondjuk így, hogy társadalmi, lompolitikai értelemben kritikus művek voltak. Happeninget csinált valaki, abban a szent minutumban annyi zsaru volt ott, hogy az valami hihetetlen. Persze hát rögtön láttuk rajtuk, mert hát úgy néztek ki, hát nem olyanok voltak, mint mi vagyunk. Igen, egybe tartani és figyelni természetesen. Ez nekik egyszerűbb volt, rájöttek, hogy most itt külön-külön. Így is figyelték az embert, azért utána ez megvolt enélkül is, de azért egybe tartani az egészet. Tehát jobban lehetett ellenőrizni. Hát a kiállításunkon mindig a rengeteg ilyen titkos csendőn besúgótok, ez minden volt, lehetett tudni, vagy lehetett látni. Itt volt a műtermünk fönt, ebben az épületben a Bereznai Péterrel és az Aknai Jánossal festettünk itt éveken keresztül. Az a két ablak, ahol a Barcsai Jenő képe van fönt, és Vajda Lajos képe van fönt, az volt a miénké. A 80-as években igen, a főtéren volt az úgynevezett kereskedőház, aminek az emeletén akkor nem használt lakások voltak, és akkor egyszer elmentünk a illetékesekhez, hogy nem kaphatnánk egy lakást, amit műteremként használhatnánk, aztán hosszas egyeztetés, ilyen-olyan variációk után csak megkaptuk. Hát ott dolgoztunk, szóval az több helyiségből állt, ilyen keskeny folyosó, akkor két ilyen nagyobb teremből állt, és hát az óriási lehetőséget adott nekünk. Volt egy nagy előtere, ott festett az Aknai János, és volt egy nagy belső szobája, ami kinézett a főtérre, ott festettünk ketten a Pepével, a Bereznaival. Azért volt jó együtt dolgozni, egyrészt ismertük egymást, nem zavartuk egymást közben a munkába se, tehát abszolút ilyen szimbiózisban voltunk, tehát van, aki magára zárja ajtót, és akkor nincs senki. Mi egyfajta társadalmi életet is éltünk ott. Ez lett a vajdások gyűjtőhelye tulajdonképpen, ez a műterem. Sokszor már dolgozni is nagyon lehetett, mert állandóan kopogtattak, tehát rá kellett zárni az ajtót a kulccsal, hogy ha dolgozni akartál. Én többet töltöttem el vele, mint a feleségemmel, meg a családommal. Hát oda mentem reggel, és ott voltam itt a éjfélig. Ebben a műteremben nekem ez a legnagyobb és legmélyebb élményem, hogy aki oda följött, akivel ott beszélgettem, tényleg már nagyon mélyen csak a művészetet érintettük. Állati jól el tudtunk dumálni, ez nagyon fontos volt. Meg tudtunk beszélni egy csomó olyan művészi problémát, ami egyébként nem lett volna megbeszélhető senkivel, mert kivel. Akkor születtek elég nagy dolgok, tudom, a Pepe részről, és akkor a nagy fekete képek, meg ezek a nagy ilyen, hogy mondjam, jelekkel borított nagy ilyen vásznai, ahol ilyen emblematikus jelek jelentek meg elég nagy méretben, és az egy nagyon inspiratív dolog volt. Ez a 80-as évek második felére egyértelművé vált a számomra, hogy ez a erős festészet alapú művészet nem vezet sehova. Tehát nem igazán érzem benne jól magam. És egy időben aztán le is álltam teljesen a festészettel, és a 80-as évek legvégén, 90-es évek legeslegelején kezdtem el festeni ezeket a fekete képeket, ami már vállaltan arról szólt, hogy geometria, mint talán a legősibb vizuális nyelv, ez volt a számomra fontos, a fekete pedig a teljes színtelenség, tehát hogy a ne lehessen érzelmi hatásra az emberekre, hanem a forma, intellektuális hatással legyen az a alkotás, amit én létrehozok. Volt egy időszak, amikor a Tóth Pistájék megjelentek a Vajdában, ugye a 70-es évek végén, akkor nagyon nagy hatással volt rám az ő jelenlétük, mert ők akkor egy kicsit behozták a Vajdának a szemléletébe az akkor elég erősen jelenlévő, tehát magyarországi viszonylatban is elég erősen jelenlévő konceptművészetet. De mint minden Szentendrén nagyon érdekes, egy kicsit olyan szentendreivé válik. Tehát maga az a koncept is egy kicsit szentendreibb lett, mint a fővárosi. Amikor én bekerültem a Vajdába, akkor én ott körülnéztem, hogy ki mit csinál,
és számomra az a fajta filozofikus megközelítés, amit pontosan a Tóth Balogh Duo képviselt, ez volt talán a legszimpatikusabb. Valahogy ezért is kerültem egy idő után az ő vonzáskörükbe. Tehát ez aztán meglátszódott néhány korai művemen is. A Baloggal mi egy ilyen, abban az időben egy nagyon figurális művészetet képviseltünk. Meg a koncept art nevezetű műfajba tevékenykedtünk. Főleg a Balogh Istvánnal neki nagyon szép ilyen installációi voltak abban az időben. Hasonló ízlésünk volt, hasonló dolgokba gondolkodtunk. Jó, hát persze voltak eltérések, hát ez nyilvánvaló. De hát ez aztán a későbbiek folyamán odáig ment, hogy fölhívott magához. De figyelj, nem csináltam valami irgalmatlan marhaságot, amikor ott festett. És akkor megnéztem, és akkor dettó ugyanígy, vice versa. Vajdában mindig az volt a lényeg, tudod, hogy amit már lassan kezd elveszíteni, hogy baromi rugalmas volt. Tehát rengeteg sokféle olyan ember tudott megnyilatkozni, aki homlok egyenest ellenkezője a másiknak, de mégse lett kicikizve. A Balogh is most látom, amit küldött, fényképeket meg hát utoljára, ami kiállításon együtt voltunk. Ő is abszolút figuratív művészből átváltott egy ilyen nem ábrázoló művészet felé. A figurálisban nem csináltam mindent, amit szerettem volna. Mindent kifejeztem, megtörtént a nagy váltás, mert az absztraktban jó, úgy néznek ki ezek a művek, hogy irka-firka, ott van valami, de sokkal nehezebb szerintem egy absztrakt művet megcsinálni, mint egy figurálisat, legalábbis számomra sokkal nehezebb. A figurálisnál van valami adva, hogy ott egy arc, figura, mozdulat, vagy valami, azt csak le kell kopírozni tulajdonképpen a te magad útján. Itt teljesen valami új dolgot kell kiölteni, ami nem hasonlít semmihez, ugye, és abból kell összehozni egy kompozíciót, színekbe is úgy összehozni, formákba, hogy teljesen elvont, és mindent ki kell találni, minden kis dolgot hozzá. Mindenki változik, hát folyamatosan változik. Hát, ha csak megnézed azt, hogy én miket csináltam ezelőtt 40 évvel, milyen képeket festettem, meg miket festek most, hát ha valaki nem látná a köztelevő fokozatokat, folyamatot, akkor nyilvánvalóan nem akarná elérni, hogy ezt ugyanez az ember készítette. Az 1980-as években berobbant az új szenzibilitás, az új festészet Magyarországon, hogy ez nagyon hatott a Sanyira is, ő is elkezdett festeni nagy robusztus képeket, ami mindenféle fura jelenetek, láthatók például egy disznó kettévágása, és a többi, és a többi. Tehát a Sanyira az annyit tudni kell, ő nagyon színes egyéniség, technikailag, esztétikailag és mindenféle műfajba dolgozott. Mozgó céltábla léptek reggel az ajtó, mert a szisztéma nem jó, mert a szisztéma nem jó, és kezdetleges a szerelem. Nyolcvanban történt egy nagy változás a Varda Lajos stúdióban. Megalakult a bizottság zenekar. És a srácok, az Ámbó, meg a Laca teljesen ráálltak a zenélésre. Nem nagyon állítottak ki velünk, úgy tűnt, hogy itt vége lesz a Varda Lajos stúdiónak. De mi nem akartuk, hogy vége legyen. A Felugosi, Evzámbó, Bahon Bernát, Y. Sándor képzőművészek mindegyik külön zenélt. Tehát
mondjuk aztán addig is zenéltünk, tehát igazából ilyen összejöveteken házi buli mindig ott voltak, hát öcsénél volt a házi buli, ott minimum 30 hangszer volt, szóval ott bárki elővehetett bármit, bármi játszhatott, senki nem szólt semmit. Nálam folyamatos házi buli volt a 70-es években tulajdonképpen, nekem volt egy önálló lakásom, és mint olyan szabadtéri tárlatok után mindig nálam aludt rengeteg vidékről följött, azt se tudtam, kicsodák sokszor. Hát én nekem egy ilyen nyitott volt a műtermem meg a lakás, ilyen szempontból. És ezekből a zenélésekből nőtte ki magát a bizottság együttes is, és hát mondjuk akkor lettünk ilyen ismertebbek, mint zenészek vagy zenekar. Valójában Rivolda fénybe futottak be, az a bizottság együttes volt, aki valóban ilyen nagyon nagy nyilvánosságot kapott, sőt a mai napig is egy csomóan emlegetik meg. Engem úgy különösebben nagyon jól ismertem az embereket. Nekem egy valaki tetszett rettenetesen abba benne, a Kokó, az énekes csaj. Kár, hogy nem csajoztam be. A Vajda stúdió talán egy kicsit ketté szakadt, ugye? Voltak azok, akik a sikerekért már inkább a zenén keresztül élték meg, bár őket mint képzőművész tartották számon, tehát ők nyilván úgy élték meg, hogy ők ugyanolyan képzőművészek, csak egy nagyobb tömeghez tudtak szólni, nagyobb sikereket tudtak elérni, ezért maga a vajdás dolgok nem érdekelték már őket olyan mélyen, vagy egyszerűen nem volt rá idejük. Volt, amikor olyan időszak volt, hogy bevállaltuk egy ilyen turnét, vagy egy nagyobb fellépésre készültünk, akkor nyilván több időt szántuk rá, meg nem is csak emiatt, hanem hát az pont egy olyan időszak volt, hogy jobban érdekelt a zene, és akkor azzal foglalkoztunk. Ez nem is tetszett mindenkinek a csapatból. Engem személy szerint nem nagyon érdekelt, mert voltak ugye a közös kiállítások, amikor mindenki oda vitte a motyóját. Voltak a személyesek és voltak a kis csoportok. Ezek a zenei ismertségek, ezek hozták magukkal a képi ismertséget is. Mint zenekar ismertek meg minket. Ugye azok, amikor úgy megtudták, hogy mi képzőművészek vagyunk, meg képzőművészeti akciókban is felléptünk, mint zenei produkciókkal felléptünk. Tehát nagyon sokan eljöttek a kiállításokra, akik amúgy addig sose jártak kiállításra. Ők párhuzamosan is marha nagy ívet futottak be, mert akkor éppen ez baromi aktuális volt, meg ezt marha jól csinálták, hát ez vitathatatlan. A Vajda az tőlük függetlenül is működött, hiszen egy csomó más ember is volt körülöttünk, akik emellett kiállítottak. Tehát azok a tagok, akik a szabadtéri tárlatok hatására idekeveredtek, például az Aknai János, vagy a Bereznai Péter, vagy a Bernát Y, Bukta Imre, stb. Ők is közben a Vajda Pince, mint kiállító tetér, ott működött, voltak programok, miközben mi egy másik programot csináltuk. És akkor mi ott maradtunk egy páran, jó páran, a többiek, akik viszont tovább akartunk lépni. És azt vettük észre, hogy abban az időben, a 80-as évek elején, hogy egy kicsit emiatt is, meg amiatt, hogy maga az élet is körülöttünk olyanná vált, hogy a képzőművészet, ami ugye a 60-as évektől rendkívül erős volt, egy kicsit áttevődött erre a zenei. Tehát az új zenei irányzatok megint olyan erősen jelentkeztek, mondjuk az egész világon, de Magyarországon is, ami átformálta a kulturális életet, vagy a művészeti életet. Ennek volt a következménye az, hogy át kellett gondolnunk, hogy ezt a Vajda stúdiót hogyan csináljuk tovább. Folytatást akartunk jobban, mint eddig, erősebb kiállításokkal, nem a bolondozós, lacal és zámbóféle stílusban.
mert ők a hülyeskedést emelték művészi szintre. Igen, abból csináltak művészetet, de volt egy komolyabb magja is a Varda Lajos stúdiónak, ott voltak a konstruktivisták, akkor mi az újonnan bekerültek, Tóth Istvánnal, Selényi Károly Istvánnal, Imre Tiborral, és a Bereznai Péterrel, meg a Gyürfi Sanyival. Kifáradt talán az akkori, vagy a korábbi igencsak intenzív együttlét, tehát ami 70, mondjuk 72-ben elkezdődött, 75-76-ban, 80-ig már, tehát egyre erőteljesebbek voltak a megmozdulások, a közös kiállítások, a problémafelvetések, akkor ez kezdett úgy ellanyhulni. Összejöttünk, akik ezt láttuk, hogy ezen változtatni kell. De ott több órás beszélgetés során még egymásnak is nekiugrottunk. Arra emlékszem, hogy ez egy késő téli időszak volt, piszok hideg volt, Aknainál volt ez a buli, Aknai Jánosnál. Leült valahogy a dolog, tehát van egy ilyen fölfutás itt, az ember érezte, hogy nagyon sokan belefáradtak, vagy elhagyták a Vajdát, vagy mindig ugyanazokat a dolgokat adták be, és nem volt már olyan íze az egésznek, frissessége, hogy elkezdett elmenni. És emlékszem rá, hogy mérgesen fölpattantam, azt mondtam, gyerekek, tudjátok, hogy csináltak, amit akartok, én hazamegyek. Jó, hát nem laktunk messze, én hazamentem, otthon egy kicsit még dohogtam magamban, tulajdonképpen még le se csillapodtam, akkor csöngetnek, mondom, na ez ki lehet, mert nagyon éjfél körül volt. Jöttek, hogy Pepe, te figyelj, gyere vissza, beszéljük ezt meg. Igenis át kellett nézni a tagságot is, hogy ki az, aki alkalmas arra, hogy egyrészt dolgozik, egyrészt mindig új dolgokat tud csinálni, tehát fejlődik is, és nem csak egy olyan inaktív szeret, egy kiállítás, ami töltelékként ott van. Beszéltük, és akkor utána lett egy tisztább kép, egy pár ember sajnos ugye kimaradt ebből a társaságból, ami újabb feszültségeket okozott, mert mondjuk a Matya azt mondta, hogy akkor ő is kiszáll, mert neki egyik barátjáról volt szó. A Vajda stúdiónak nem volt tagsága, hanem ugye ez egy mozgó baráti társaság volt, mint egy felhő. Nem lehetett tudni, hogy ki tartozik bele, hol a széle, ki nincs benne, ki van benne. Én máig is azt tartom, hogy mindenki Vajda stúdiót az, aki annak gondolja magát. Tehát ilyen volt, lehetett ilyen. De ezt pontosan nem tudom, mert pont ez az időszak, mivel mi a bizottsággal el voltunk foglalva, főleg a zenei vonalon mozogtunk, akkor mi itt a Vajda pincében nem nagyon voltunk jelen. Ha volt olyan kiállítás, amit valaki szervezett és szólt, akkor azért adtunk műveket be. Annyira áthelyeződött a hangsúly és a egyensúly a Vajda Lajos stúdióban, hogy az éves közgyűléseket, ami mindig Szentendén volt kizárólag, nálam Rákosszentmihályon Budapesten ott rendeztük meg, és minden szentendrei tag eljött rá. Úgyhogy domináns volt az, amit mi képviseltünk, nem csak én, hanem ott volt még Bereznai Péter, Tóth István, Györfi Sándor, Selényi Károly István, Imre Tibor, Aknai János természetesen, és még egy jó páran, akik mozdulni, lépni akartunk, és valami kurva jót összehozni. Akkor megcsináltuk az első olyan kiállítást, ami ez az új szellembe fogant tulajdonképpen, az is lett a cím, hogy Új Vegyes. Ez a Ferenci Múzeumban volt, a képtárban volt ez a kiállítás, az Új Vegyes, tehát ez már a 80-as évek új iránya, vagy szellemisége. Hogy mindenkinek egyfajta olyan kegyelmi pillanata volt. Ez teljes véletlen. Hogy 86-ban ez a kiállítás, ez mindenkinek egy ilyen újrakezdés, egy felüdülés volt. Tehát valahogy akkor hirtelen összeszedtük magunkat, és úgy tényleg új melókkal, erőteljes melókkal, és akkor valahogy ilyen nagy összetartás lett megint ott a Városi Galériába, Szentendrén. Ez volt az Istvánnak az utolsó kiállítása, amit együtt csináltunk. Az nagyon jól sikerült kiállítás volt, mai napig is emlegetik, már a hozzáértők, akik ott jártak. Sajnos már a Mennyitón nem lehettem ott, mert addig a
a körülmények úgy hozták, hogy én elhagytam az országot, el kellett hagynom. A művek ott voltak, én meg egy ausztriai menekültáborban. Treuskirchenben pontosan, igen, ott 7 hónapot ott töltöttem, és utána kaptam politikai menedékjogot. Először Ausztriába, utána meg még 19 országba. És az év végén érkeztem New Yorkba, november 20-án. Utolsó 30 évemet itt töltöttem, és nagyon megépletetted az utca, sok inspirációt adott. A világ ékszer és gyémánt kereskedelmének a 70%-a itt zajlik ebbe az egy blokkban, meg a mellette levő utcákban. Érdekes, hogy mennyi csúnya ember van ebbe az utcába, mennyire vonza a szépség és az ékszerek, az érték a csúnya embereket. Ezen mindig jókat kacagok. Ennyi furcsa arcot még sehol nem láttam én New Yorkban sem. New York tele van művészettel, az utca, az épületek, minden. Meg kell látni egy pillanat műve, és megvan a tökéletes kép. Nem tudom, emlékszel erre a gőzzel vezető üzére, ezt lefotóztam párszor. Mindig kivárom azt a pillanatot, amikor a nap bejön az utcába reggel, és akkor van fantasztikus hangulata és fénye neki. Nagyon furcsa, futurisztikus fotókat lehet itt csinálni. Nézd meg, milyen gyönyörű itt ez a nagy teherautó és ez a nagy tömeg, ahogy elmegy itt. Ez maga egy műalkotás, egy fantasztikus, vizuális élmény egy ilyen. Nem is gondolna az ember, csak meg kell látni. Mindig az a lényeg, hogy meglátni. Meglátni a művészetet a hétköznapi egyszerű tárgyakban és a szépséget. Sokféle vágy, csalódások az arcon, örömök. Ez New York. Nagy, lázas, fantasztikus város, amit nem lehet megunni. Hirtelen döntöttem úgy egyik napról a másikra. A György és Annyival jártam akkor össze, ő tudott róla, és kész, ennyi volt az egész. Senki más nem tudott róla. Se a szüleim, se az akkori feleségem, senki nem tudott róla. Nehogy jó szándékból elszólják magukat, és aztán meghiúsítsák a tervemet. De akkor kaptam 10 év után nyugati útlevelet. Addig csak keletre utazhattam, és úgy megörültem az útlevélnek, hogy rögtön kihasználtam. Az ENSZ-be csak meg kellett mutatnom a műveimről a fotókat, és ott rögtön értették, hogy miről van szó, nem kellett sokat magyaráznom. Végén azt mondta a kihallgató tiszt, hogy ez, hogy maga megmutatta a katalógusát és a műveiről a fotókat, ez döntötte mindent. Emiatt kap maga menedékjogot, és emiatt foglalkozunk a ügyével ENSZ szinten. Na, ez volt, amikor megérkeztem ebbe az évbe. És csináltam ezt a művet a Szócsáti Szabadparkba. Mert aztán lebuldózereztek idővel, de ott minden műnek az a sorsa, hogy áll egy pár hónapig, és utána eltűnik. Én mindig is New Yorkba akartam élni. Mindig is szerettem. Emlékszem a Rottenbiller utcai fiatal művészek stúdiójában. Állandóan minden nap hallgattam ezt a számot, amit a Mick Jagger énekel, és New York, meg valami, nem is emlékszem a számra, csak valami ilyesmi volt. Úgy voltam vele, hogy otthon megcsináltam, megpróbáltam mindent. Ahogy Kródi Gyula mondta, elkövettem mindent egészen az emberölésig. És amikor eljutottam arra a pontra, akkor kellett lépnem és változtatnom. És ez a város, meg ez a lépés hozta meg nekem a változást.
Arra gondoltam. Igen, én is erre. De van villanyunk itt? Innen. Tökéletes. Én pont ugyanerre gondoltam. Ez pont erre gondoltam. De, és ez? Ez ide, így előtt van. Hogy a súly rajta legyen. Én is van még a 80-as években egy-két ilyen zsáklászonos dolgom. Figyelj! Igen? Szállj! Közel, kicsit keresztbe, így, vagy maradjon így, megemel. Vagy így. Nem, vagy pedig így. Igen. Van még ez, meg fönn van a rakvány. Nem zsufizunk. Nem zsufizunk. Ez az új. Aha. De ezek régebbiek. Érre nem emlékszem. Ez nem is volt még soha sehol kiállít. Ja, azért. Se. Azért. Én is gondoltam, hogy egyszer legyen szegény. Csodára meghalok. Más sárt vagyok én. De gondoltuk, hogy a Istvánnak közé raknánk egyik szobrot. Jó. Tehát, hogy az is olyan egy fehér posztamensek ezen a fekete képekkel egész. Úgy tűnik, hogy kész. Erről a professzionális szívével. Úgyhogy szerintem nem találok egy villámot, basszus. Villám? Igen, van egy dolog, de nem. Ide kell egy villám, az ide újabb cáfolatára. Ide. Taj, megvan! Van az ide bele, vagy... Valami a sordóba. Szerintem a hány, szerint a kettő. Figyelj, de van, ebben van egy sorrend, mindegyik alatt van egy szám. Az szerint van kitalálva, hogy hogyan következnek egymást. Aha, jó, van. Így most egy olyan színes tartkaság van. Ez se rossz egyébként. Figyelj, ez az a szám, hogy a repülés, valamilyen repülés. Repülés 800, flying. Igen. Szerintem a kávéhoz a végéhez. Akkor induljunk el a... Zöldet? Zöldet. Megnyomtam. Na, itt van. Na. Látsz bennünket? És hallasz? Itt a Tóta mellettem. Látlak benneteket. Hogy megy a rendezés, arról beszéljetek. Ragyogóan. Minden gördülékenyen. És mi van a New York-i kiállításoddal, István? Most halljuk hírét, hogy... 95%-ban már kész van. Most itt van mögöttem egy kép, az befejezem, és akkor készen van. Érezzétek jól magatokat, és legyen tényleg egy nagyon jó kiállítás. Nagyon jó kiállítás lesz, nyugodj meg. Nagyon kis karakán, minden a helyén lesz. Na, ciao. Szia, szia István. Szia, szia. Sziasztok. Ciao. Valamit gondolom be kell nyomni rajta. Nyomjatok meg valamit. Úgy gondoltam, hogy a telefonon valami gombot, hogy vége van. Itt a A legújabbak már a képet sem tudja megfogni, figyelj. Nem, hogy szobrot, figyelj, a képet nem tudja. Grafikát, fogja is, már törik is. Okay.
Köszönöm, hogy eljöttek ez alkalomból. Bereznai Péter, Tóth István, Györfi Sándor, és egy videóüzenetben Balog István Vilmos is jelen van közöttünk, tehát ők négyen hozták létre ezt a kiállítást, ami egy olyan formáció, ami sok évvel ezelőtt, valamikor a 70-es évek közepén a Vajda Stúdió hőskorában, abban a bizonyos első évtizedben, amit hőskornak szoktunk nevezni, vagy a Vajda klasszik periódusnak, közös művészeti problémák kötötték össze őket. Az, hogy ez a kiállítás most miért jött létre, én erre rákérdeztem, aztán rájöttem, hogy igazából a kérdésem indokolatlan, hiszen nem kell, hogy évfordulóhoz kapcsolódjon, nem kell, hogy valami fajta túlmódolt tematika stimulálja a gondolataikat. Egész egyszerűen ez egy nagyon régóta meglévő közös szálak azok, amik összetartják a Vajda Stúdió tagjai belül ezt a négyes formációt. Köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy eljöttek, és ezek után műtárgy, szemle és büfé. Ez ecsetek, minden ecsettel van. Amit itt látsz, minden ecset. Itt semmi nincs kújva. Minden ecsettel van. Nagyon ügyes vagy. Minden. Van egy új könyvem, és akarok egy példányt. Továbbá meg azt, jó? Szeretettel üdvözöllek benneteket, drága jó művésztársaim, barátaim. Hány éve is kezdtük? 40? 40? Azt a mindenit. Micsoda kurva jó kiállításokat csináltunk. Micsoda kurva jó műveket, amiket persze kurvára elhallgattak. Na-na. 7000 kilométer és egy óceán választ el tőletek. Nem beszélve a 30 évről, amióta itt New Yorkban élek. De olyan jó érzés nekem, hogy bármikor találkozunk, mindegy hány év telik el, ugyanott folytathatjuk, ahol abba hagytuk. Húzd ki magad! Benned ezek a régi emlékek arra lennék jön, hogy erősebben élnek, amiatt, mert távol vagy. Erősebben, mint bennem. Mint bennem. Érted? Mert én bennem olyan nagyon, mert ezek a hétköznapi dolgok úgy elviszik a dolgokat. Sokszor egyszerűen tényleg nem is gondolok ezekre, tudod? De ez sokkal, neked fontos, úgy érzed, hát hogy... Hogyne, persze, és nekem mindannyian úgy maradtatok, meg úgy, ahogy voltatok, 86-ban. Semmit nem változott. Én nem változtam. Én olyan vagyok. Ja, de jobban is emlékszem dátumokra meg, hogy milyen művek voltak kiállítva, kitől, meg hányba volt ez, hol. Tegnap este elég hosszasan és alaposan megnézegettük a István kiállításának, amit lehetett a kis telefonon, a képeit, meg a műveknek egy részét is lehetett a komputerben nézegetni. Ez a New York-i fotók, azok kurva jók. És meg a festmények, meg milyen jók. Hú, apukám, hát én nagyon tudom.
Ilyen. Állítottam ki 11 festmény, 11 fotó. De mekkor nagyok? Hát van olyan festmény, hogy több mint 3 méter hosszú. De hol fested ezt meg? Miért? Tekercsbe festetted? Ezt nem, ezt két részre befestettem. Jó. És másfél méter, másfél, hát igen, úgy lehet. Ha festettem én is 3x3 méteres képet, de méterszer méteres darabokból lett összerakva. Tehát gyakorlatilag egy négyzetméteres, egy kereszt alakú kép, és méterszer méterevel lett, ez 3x3, az kurva jó volt, baromi igen. Nagy volt. Mm-hmm. Ti adtátok el Németországba. Igen, emlékszem, az tényleg nagyon jó munka volt. Kicsiben megvan még a fiamnak, mert megcsináltam kicsibe is. Ilyen kereszt alakú kép volt a Taxi Driverből a Robert De Niro. Roha, és az volt eltorzítva minden formátumban. Tehát a maga a portré akkor, mikor fejbe lövi magát oda. Kereszt alakban volt. Kereszt alakban volt. Outsider, igen, hát ez nagyon jó képcím volt, mert olyasmit fogalmazott meg, amikor mi magunkat helyeztük kívülre valamint. Tehát nem ránk mondták, hogy outsider, hanem mi magunk azt mondtuk, hogy akkor mi megyünk át a másik oldalra. Hát maga a kép egy rendkívül nyers valami. Ugyanolyan brutális, mint maga az egész létezésünknek. Ez a vonatkozása, ugye? Hasonló dolog, ez szinte mindenkinél igen, megjelent. Igen, vagy igen. Így, vagy úgy. Mondjuk Györfi Sanyinál például szintén egy ilyen kötélbe betekert akciód volt, amikor önmagadat kötözted le. Igen, több ilyen volt. Mondjuk nálam pont ellenkezőleg, de ugyanezt az érzést fejezte ki a madárral kapcsolatos képek, madártollak, tehát a szabadság, nem szabadság kérdés, ez akkor mindenkit foglalkoztatott. Megalkovás nélkül mindannyian csináltuk és vállaltuk ezeket. Soha senki nem fogad el téged, átászhatunk oldalra. Igen. Ilyen egyszerű. Most kéne akkor egy újabb outsiderságot pontosan. Felvállalni. Így van. Illetve egész pontosan. Illetve az egész életed, egész életed outsider. Pont ez jutott eszembe, hogy az ember, hogy normális ember többnyire outsider, mert folyamatosan olyan problémákkal találkozik, már az ő szemében levő problémákkal, ami másnak esetleg nem az, sőt éppen kifejezetten örül neki, hogy ösztönösen is oda megy a másik oldalra. Azzal együtt, hogy akarná vagy nem akarná. Tehát egyszer oda sodródik. Az embernek van egy elképzelése a világról, ami lehet helyes, lehet helytelen. Fogalmak. Ezt mindenki maga dönti el. Viszont a következő lépés az, hogy ebből a gondolatból hova lép máshova. Itt eldönti, hogy kívülálló. Tehát van egy döntés. Ez egy egzisztencialista kívül dolog. Kívül helyezem magam. Abszolút kívül igen. Helyezem magam. Kész viszontlátásra. Ennyi. Ez vagy sikerül, vagy nem. 1983. március 3-án történt egy olyan eset velem, ami engem tett outsiderré, holott én nem akartam volna azzá válni akkor éppenségem, és ez inspirálta utána azokat a melókat éveken keresztül, 3 éven keresztül egész pontosan, amiket a Novotny Tihamér, minek is mondott, társadalomkritikus műveknek nevezett így, összességében. Akkor kezdtem azokat a melókat csinálni, amik úgymond kritizálták az persze átételesen, de azért felismerhető és értelmezhető módon az akkori állapotokat. Mindannyiuk munkája. Abba a szent minutumban, amikor megnövesztetted a hajadat, amikor fölvettél egy farmer nadrágot, ma már ez nevetséges, meg komikus, meg mit tudom én, senkit nem érdekel. De amikor a rendőrök elvittek, amikor volt a cirkuszok tömkelege, de megállás nélkül, de tényleg megállás nélkül, amikor másképp néztél ki, ez csak egy külsőség, mert végül is nem döntött semmit, de érezték, hogy belülről tök más vagy, és kimentél az utcára, és ezek az emberek változtatták meg a világot. Nem Demszky Gáborok, meg ilyenek, akik bementek besugónak, meg a bubának tudja, mit műveltek, hanem ezek a jampecok, tudod, amik körbevették az egészet.
ezek változtatták meg az egész rendszert. Tulajdonképpen valóban a Vajda Stúdió minden egyes művésze ugyanazt élte át, ugyanazt élte meg. De milyen gyönyörű, így visszagondolva is, az a sokszínűség, az a frissesség, hogy mindenki a maga habitusa szerint közelítette ezt a dolgot. Tökéletesen egyetértettünk, ezt ma fiatalabb embereknek el sem tudom magyarázni, hogy valóban létezett a 70-es, 80-as években egy olyan együttélésünk tulajdonképpen, ami felhőtlen. Meg egymásra hatás. És egymásra hatás. Pontosan, hát ebből fakadóan. Ez egy nagyon érdekes dolog, öregem, hogy itt az ország különböző tájairól egy időben egyszer csak összejött. Igen, ez viszont érdekes. 8-10 ember, aki köré legalább még 30 csatlakozott. Ez így, úgy, ez viszont, értesz, na látod, Pepe, ez az ez érdekes. Valami olyasmi, mint a Beatles, tudod, tehát egyszerűen Rolling Stones. Lehetne mondani, hát, és az is egy kicsit ugyanaz az életérzés, tudod, tehát ugyanaz a világ. Mi ezt mindent ugye később kaptunk, mit tudom én, 10 évvel. Igen. De nagyon fontos volt ez, és nem tudom ti, hogy éltétek ezt meg, én akkor azt azért Szentendrén, jó, Békés Csabáról följöve gyerekek, ez egy hihetetlen szabad világ volt nekem. De figyelj, nekem a Gellért hegyről eljönni ide, az és szabad világ volt. Érted? Tehát ez a sok hülyeséget, amitől az ember szenvedett, amitől nem tudott létezni, az valahogy Szentendrén feloldódott. Azt láttam, érted? Tehát egy olyan társaságba keveredtem, ahol szabadok voltunk, mondjuk ki, érted, hogy szabadok voltunk. Igazából nem is mertük még gondolni se, hogy mi szabadok vagyunk, csak egyszerűen nem akartunk olyanok lenni, mint mások. Ez a négy ember az, aki a karrierbe soha nem gondolkodott, tudod? Hát rá nem az 100%-ig igaz, mert semmiféle karriert soha életemben nem csináltam. Én mai napig nem vagyok korszerű, remélem nem is leszek. Itt nem volt milyen lázadni, és én meg ilyen lázadó típus vagyok. Ez egy kicsit kiúszta a rajta lábam alól, de aztán rátaláltam az asztra művészetre, és az teljes kielégülést hozott. Borzasztó egyszerű, ha van mobiltelefonom, a feleségem megtalál, ha a kocsmába megyek. Kész. Ennyire egyszerű. És mindig rá fog cserélni, hogy mikor jössz haza? Tehát, mint valószínűleg mi vagyunk négyen az ilyen őskövület, tudod? Aki egyszerűen ilyen maradt.